sziasztok srácok, pacsi mindenkinek, hello! Csoki ropi szotyi pacsi! Hú, most nagy akciók lesznek, geci! Olyan akciók lesznek, hogy be fogtok ríni! Ennél nagyobb akció nincs a világon! Na hello mindenkinek, barik! Szia! Hello! Itt van a persely atya! Csá mindenkinek, hello! Na föltakarodunk a szerverre, mert ma... hatalmas performance lesz, bazd meg! Olyan, hogy ott még nem látott a világ. Ezt tudom nyújtani. Hello? Szia, ne haragudj már meg, barát! Elnézést! Figyelj már! Szia! Gyere már fel a járdára, mert aggódok miattad. Mondjuk olyan csúnya vagy, még egy kamaz is kikerül. Lehe. Üzleti ajánlottal jöttem hozzád. Na mondja. Téged kerestelek, te vagy a Sanyi, nem? Sanyi vagy? Nem, én nem Sanyi vagyok. Hát akkor mi a neved? Tony vagyok. Micsoda? Tony. Bonnie? B-vel? Tony! Fonny? Az, igen, Fonny. Nem, figyelj már, Fonny! Fonny, nézd már szemembe, de őszintén. Kérdezni akarok tedd valamit. Hajlandó vagy megverekedni $200? Csak annyi pénz van nálam. Hát jó, de ha nyersz, akkor érted. Kapsz még 200-at, te csöves. Azzal a nagy kopasz fejedet szétkolokfolom. Benne vagy, Teri? Go. Há? Nem akarok boxolni, ne arra. Na ne legyél már ilyen buzi, mert ne kelljen, hogy megtámadjalak pinádban! Ne legyél már ilyen! Háromra mehet? Egy! Három! Pak! Hopp! Mi van? Matematika, hon vagy? Hon vagy matematika, gyere! Te kurva! Na látod, megint elvesztettél $200. Te szánalmas szarkupac! Látod, milyen egy fogyatékos vagy? Hát ki hittad? A legnagyobb boxolót a világon? He? Na most lehajolok hozzád és elveszem a jussomat. Ha-ha-ha! Teljesen hivatalos rendezvény volt, mielőtt fölhördültök. Ez egy buzi. Nincs is nála pénz. Na jó van, Fonny, mennem kell, örülök, hogy találkoztunk. A penész egyeki anyagad, hello. Mi, geci? Akkor a poloska mászik a reflektoron, bazd meg, leesik. Szörnyet halok. Az anyámat. Gyere már, el kell mondanom valamit. Gyere, Adi. De ez egy nagyon szomorú kulcs, hogy nem is tudom, hogy tudjam tálalni a brigád többi tagjával. Emlékszel? A mazsolára? Emlékszem rá. A mazsola. A mazsola. A mazsola! A mazsola meg... Mondjam már! Meghalt! Meghalt a mazsola! Meghalt a mazsola! Hát ez nem lehet! Hát ez nem lehet! Hát a mazsola nem halhatna, te meg... Meghalt! Elmondjam, mi történt? Na mondjam. Benéztem a Giulio-s átrába. Ott feküdt, meg volt baszva. Ki volt tágulva, mint egy disperzites vödör, és vérzett orra a szája. A Giulio halálra baszta. Ez a rohadt Giulio, hát. Faszom, ó. Meghaltam annyi. Még nem tudja Giulio, hogy láttam. További jó egészséget kívánok. Figyeljen már. Igen. Engem megtámadt. Istenem, geci, hogy gyere vagy! Hallod, Giulio? Na mondj! Gyere már, el kell mondanom valamit. Na jó. Kigyújt a pénzem, az nagyon, nagyon nehéz erről beszélni. Mondjad, légy. Meghalt a mazsola. A mazsola meghalt. Na miért? Egyik este benéztem a téglának a sátrába. És ott feküdt. Meg volt baszva! Halálra baszta a tégla! Megkőbosszulni! Ezt nem hiszem el, várj! Így volt! Megbassza a mazsolát, a szörnyet halt! Hol vagy te, malac baszva? El kell kapni! Hónap el kell kapni! Biztos ő volt! Ő hát! Láttam, az ős átrába volt, mezítelen feküdt mellette! Akkora volt a picsája, mint egy 50 calos csőhe! Vérzett azt meg, az ott aludt mellettedik! Csalódtam benne, a boldogat dolgóba. De mazsiba is, hogy így belett a dereká. Nem volt az is ilyen nagy kurva, nagy kurva volt. Te is az vagy kurva anyád, mit beszélsz el mazsoláról? Elővegyem a furkost. El foglak vinni hazugságvizsgálóra titeket, hogy kiderítsük, hogy ki gyilkolta meg a mazsolát. Ez lesz hazugságvizsgálat. Meghalt a mazsi? Meg. Mikor? Megy már faszomban, dik mekkora bogár van, te kurva anyád. Láttátok amúgy? Hát more már egy hete legalább. Igen, lebasz már. Menj már innen, te gyász. Egy perc, ki kell szállnom a testemből. Akkora nagy izék vannak itt, bazd meg. Hallod, tégla, te zoofiliás köcsög. Te állod, bazd. Na mondjál.
Most megtudtam rólad az igazat, hogy nem csak buzi vagy, hanem az állatoknak is bevered. Hát haranyám van ilyen hülyeséget, már megint kitalál. Ezt a Joker mondta. Halálra kúrtad a mazsolát is, te disznó. Az nem én voltam. Hát dehogy nem. DNS mintát vettek a bulájából, ki fog derülni. Stop táblád van, te buzi! Ja nem, az nekünk volt. Nem baj. Néha komolyan sajnálom a téglát, jót írja a szopatást. A karaktere miatt van egyébként. Mert nagyon jó a karakter és jól kezeli. Elrepült. Már megint bazd meg. Ez egy poloskás stream. Hát most marad meg... Van, nem szemek nézd meg, a fejemre száll a poloska, de nézd már meg. Megyek szőzöm, bazd meg egy zsengnedi. Befejezed, bazd meg. Nézd meg. Itt megyen. Addig a poloska. Menjél már innen. Faszomba. Nézd meg. Nem. Hát a gyász meg megesz. Házi polos. Hát kurva anyja. Na várjatok, én megpróbálom kidobni. Oké? Okay? Bazd meg, hát ezt nem hiszem el. Kidobtam, geci, az ablakon. És ideugrott az ölembe. Így meghaltam. Jézusom, nem tudnak segíteni! Köszönöm a figyelmet, nagyon jó. Be akartak volna vinni, ment volna a 3 órás vallatás, bazd meg. Hát mindegy, ez ilyen volt. Van mit gyakorolni az izéből, bazd meg. Rablásból bukás. Nyomjátok már meg a lájkot! Hát most... Ki az a tégla, geci, nézd már! Tudjátok, mi lesz most. Dara. Van nálatok fegyver? Van. Gurulj oda szépen lassan, 3-an vannak? Van nálatok fegyver akkor? Van. Gurulj oda melléjük. És egyből lelőjük őket, oké? Okay? Hát akkor meghaltunk. Hát az meg. De hát nem lőnek, nem így gyorsabbak, ami nem számítanak be. Mehe, menj már oda, he. Enyém a jobb szélső. Enyém a közép. Mehe. Kérem az erősítést. Na honnan tudtad lőni? Mondtam. Jó kérdés. Micsoda menti akció volt? Igen. Jó napot kívánok. Mi az a nagy kaliber? Kékhólós. Kollega azt állítja, hogy maga a kórház mögött lelőtte egy embert és ellopta az autóját, ez igaz? Hát biztos, hogy nem. Szálljál ki! Szálljál ki, meg jússzal a gyufát! Most már szálljál ki! Nem szégyellette magadat, he? Egy rossz mozdulat és szétlopcsantom a fejedet. Telefonodat mit csinált? Hát dik a kurva életbe már! Hát ez hihetetlen. Erre kényszerítesz, he? Erre kényszerítesz, te gyász! Na tessék. Rendőri túlkapás már megint hívja a sajtó! Hát ez most baj. Most miért bántják ez az úriember? Megtámadtam! Hívd a médiákat! Kohóz Válda! Miért tartja rám ezt? Magyar Gárda! Rasszista! Elveszem az útra, metamfetamint is! Bejelenteni ezt a gyász! Bemutatkozik, Basz Tamás, Sheriff járőr vagyok. Én meg Szob Tamás, nekem meg Szob Tamás az unokat. Én meg Nyal Tamás vagyok. Kérem, forduljon meg, és öletenni a bilincset. Hívd az ügyvédet, ha! A médiát! Maguk nagy izésumákok, nagy kohozvárnak alapján akarnak engem izéni. Egre céloztatni. Látom, mi van itt. Nem bírják a cigányokat, az a baj. Én cigány vagyok, a szállandóan engem izének, ha? Én is cigány vagyok, mégse bántanak. Dehogy nem. Maga is bánt mindenki. Engem is. Dehogy méger vagyok, baj. Én például... Volt magánál fegyver, vagy nem volt fegyver? Hát a kukába találtam abban a pillanatban, hogy odalépett hozzám. Ez az úr, vagy ez-e? Nem tudom már. Hát akkor volt nálam. De elrakta, ugye? Hát, hogy a kukából elővette és elrakta, ugye? Hát abban a pillanatban, amikor oda jött hozzám. Gondolom az volt a terv, hogy egyből leadja a rendőrség. Az nem? A baj, hogy ez az én központú rendszer miatt van. Amit azért hoztam létre, hogy ne kerüljek trébe. Érti? De valami közelebbi terről. Ennyi. Annyira nem hatásos ez a rendszer, úgy látom. Hát ez van. Ez van. Ez az igazság. Hozzon létre egy új rendszer, uram. Hát mi vagyok én, rendszergazda. Jó napot kívánok, Jokers Napier ügyvéd megérkezett meg. Ki a vázlat, először is szeretnének. Jó napot kívánok, ügyvéd úr, he. Jó napot kívánok. Ezek az emberek
aljas módon bánolnak, bimbakot keresve. És szemtanú van? Bármit tettek? Jó, itt álljunk meg, itt álljunk meg. Egy ügyvéd nem öltözhet ki. Jaj, tudom, persze, egy ügyvéd nem. Grillpartin voltam uram. Én lúzéhozom meg. Elnézést úgy hoztam, hogy pont grillezek és úgy hoztam, hogy sürgősen. Megaláznak itt engeme? Koholtpádokkal? Ne akkorjál, ne akkorjál! A kurva életben! Azonnal hívd ki a fókusz! RTL klubot, mindent! Szeretnék! Ebből megint baj lesz. Egyébként egy újságíró barátomat behívni, aki mindent rögzíteni fog. Report! Rendben, mert ezt felfele fogom terjeszteni. A Bújtrutkot kell kihívni! Bújtrutkot kell kihívni! A idejében, mi a címe annak már? Pokoli történetek! Itt vagyok, megjöttem, átöltöztem. Na, hál' Istennek itt van az ügyvédem. Na szóval akkor, mi történt? Persze, megmondom, a parókát vettem fel, mert szégyellem magam kicsit, megmosogottam meg ilyenek, na így már jobb. A kukába találtam a fegyvert pont abban a pillanatban, hogy odalépett hozzá, mindennel együtt. Én persze nem vagyok én, hogy én... Ez volt! Pont a rendőrségre indultam leadni a fegyvert! Kicsit érdekesnek talál. Így volt! Egyébként az úriember, itt az öreg, nem beszámítható, kapott róla orvosi papírt, amit a doktor doki ott a háta mögött tud igazolni. Kérdezze meg, és aki nem beszámítható, nem büntetett... Jó, akkor hadd kérdezzem meg, akkor hívjuk ide az orvosát. Ott van, a doktor doki ott van maga mögött. Jó napot kívánok! Nekem a doktor doki az egyetlen egy kérdésem van. Emlékszik-e, hogy 2 nappal ezelőtt pénisz műtétet végeztünk az úriemberen, és pszichológiai vizsgálatot is sikerült rajta elvégezni, ami alapján kiderült, hogy az öregember mentálisan nem beszámítható egyén. Ugyaz? Így volt, vagy nem így volt? Egy illetékes rendőrrel tudok négy szem közbeszélni ezzel kapcsolatban? Én vagyok, igen, tud velem. Meg az ügyvéddel akkor? Persze, tudom, persze. Hát megalázó, hogy kitelegetik a szennyest. De mit vagy szégyelni a pénisz méretedet? Büszke lehetsz magad! Az a baj, hogy irigykednek csak! Ilyen, annyi. Ne füszöljél már, mert megfogsz! Mi volt ez az orkhangú ember, Dick? De hülyék ezek, geci. Rám akarnak verni valamit, amúgy igen. Te vagy az? Honnan ismerhetek? Hát nagy biciklitúrákkal együtt mentünk. Halljátok, biciklitúrák! Na figyelj öreg, megbeszéltük, be fogunk vinni téged, ki fogunk vizsgálni mentálisan, mennyire mekkora problémád van, jó? Jó van. Én mindig mondtam neked, látod? Nem hiszed el, hogy vannak problémáid, nem emlékszel soha dolgokra, ilyen hülyeségeket csinálsz. Miért nem hallgatsz rám öreg? Egyszer az életben. Nem bírok az életben. Nem bírok. Veled mi történt? Láttam, megütött a rendőr, azt illetve semmi? Megütöttek, hát még engem tartóztattak, nem megütöttek. Mégis leszoktad a faszomat. Biztos urak, tegyék már el ezt a takarékra, ezt a gyászos... Véget kéne lábalom. Réti néget, takarodj már én ezt a dementor, te dementor, ne hergeljé! Mert széjjel váglak! Minden szemet, ne szaklassa maga kocsak! Takarodj el már innen, ha úgy nézel ki, mint egy szar ruhába! Na, akkor az első kérdés, hogy el tudja mondani a saját nevét az úriember. 12. Látja? Ez a baj. Az úriember azt szeretné megkérdezni, hogy szokott-e fogyasztani alkoholt? Mikor volt utoljára beledbe bármilyen dolog, amitől elkábultál, hallod öreg? Mikor hajtottál le utoljára egy jó rövidet, érted? Ja, hát ma reggel. Mikor voltál utoljára bebaszva, mint az albán szamár? Ma reggel, azt mi van akkor? Ja, ma reggel. Ha, ma reggel. És mennyit szokott fogyasztani? Mi az a mennyiség, amit bírsz, ami még nem kötekedsz, erre kíváncsi? Hát, geci tudja, iszok, mint ameddig van. Gyógyszer szedette rá? Hallod, szeretsz-e inni gyógyszerre? Hát néha bedobok egy algót, érted? Az igazság az történt, így van. Megerőszakoltak. Minden nap megerőszakolják, hogy megpróbálják, megerőszakolják. Így van. Arra kellek, hogy valaki cuppog a faszomon, mint egy szopós malac. És ezzel ellen nem próbáltak tenni valamit? Hát mit tegyek? Bekentem retekkel a faszomat, de nem érdekelte. Sercegett a foga alatt a hobok, nem érdekelte. Hát értem, és nem próbálta jó alaposan elverni az ilyen ember? Nézzem már meg, milyen öreg vagyok, hát nem tudok berekedni. Hát még annyit elmondanék, hogy még gyerekkoromban anyám még 2 hétig egy fára dobálták, mert azt hitték, ma jobb vagyok. Vagyis akkor gyerekkorában bántalmazták. Így igaz. Volt egy malacom, az is meghalt, mert az egyik barátom megbaszta, és belehalt a sérüléseibe. Hát mekkora pénisze volt a barátság? Nem tudom, nem láttam, csak a mazsola, a kedvenc malacom, holtestén láttam, hogy olyan volt a lyuka neki, mint egy diszperzites vadár!
meg is vannak a problémák. És ez ugyanaz a barát? Ez ugyanaz a barát. Ez ugyanaz a barát. Igen. Zófél tudja a gyerek. Már zófiliája van neki. Akkor nekem annyi a kérdésem, hogy amikor fel szokott kelni, és éppen nem kapják le a szíróját, ugye, a meleg barátai, akkor úgy, hogy érzi magát, mi a közérzete. Az a kérdés, hát, nagyon rég volt ilyen. Az az igazság, hogy ez minden nap megtörténik. Uh-huh. Hát ez elég komoly trauma, és feltételezem, hogy heteroszexuális. Hát, igen. A legnagyobb a világon. Hát, a másik nagyon nagy probléma, hogy... Na? Hogy? Mindjárt mondom csak. Okay, ez is egy elég privát dolog. Megsogod a fülemre? Nekem álmod? Hogy... Hogy reggel 6-kor van székletem. De 9-kor kelek. Na értem, az a lényeg. Bocs már. Minden reggel 6 órakor, ugye befosik. Istenem, Gáci! Jó, tehát akkor itt az összegezzük az egész történetet, tehát kiskorában... Gáci! Jó, Gáci! Csak hozzák, mert azt hitték, hogy majom. Így történt, jól értettem. Így igaz. De a legnagyobb probléma mind közül mégis ez. Ez, ami nagyon fáj. Ez az erőszak, és hogy reggel 6-kor van székletem és 9-kor kelek. Ezt akartam folytatni, hogy elvesztette a valami, bocsánat, milyen állat volt? Mazsolagy malac volt, rendet elvesztette a malacát, akit konkrétan halálba basztak. Ezen felül minden reggel úgy kell fel, hogy 6 órakor van a székleten, de igazából 9 órakor fel, tehát ez szóval mindig kosmosból le is szokja. Az, nem csak egy volt. Nem tudom, hajátok, amit mond, Geci! Az, hogy esik le is szopják a homoszexuális! Ah, az Isten, Geci, nem bírom tovább! Mind a kettő! Elnézést, rendőrbe egyelőre nem nagyon nagy traumák vannak. Basz, hogy hosszú távon. Még föl kell állom, mert úgy beszéltél a fekőket. Hát ez az igazság, ez a legnagyobb trauma. És hát, mindig úgy kellett fönn, hogy fel barna facsa, mondom. Úgy kellett fönn, hogy be vagyok fosva, és akkora, hogy el kell tőle köszönni. Értik? Mindig van aránytan. Azon is gondolkodtam, hogy szerintem valaki alám borít egy talig a fost. Esküszöm, ki kell vennem, bazdmeg, mert úgy beszólult a levegő, mindjárt jön. Hát akkor még probléma. Most mi van, ha kiállítanak valami papírdék? Persze, legközelebb csak be kell mutatni a rendőrségem, meg szólsz, hogy voltál bent, vagy engem, nekem szólsz, én is szólok, itt a bizonyítékok, aztán fognak leültetni, vágod. Hát most mi lesz akkor, Loki? Na, szóval a kedves nyaltamás úr, akkor felállítottak a diagnózisát. Na, az ő diagnózisa mindig áll azért, na, kérem. Az most más. Tehát első körben időt alkoholizmus, azon kívül depresszió, illetve demencia. Ha a beszámítható képessége, akkor az 100%-ról 70%-ra csökken. Akkor ezt hivatalosan egy kibondosszak, hogy sportfelőt megállapítottuk. Köszönjük a segítséget! Hát mi köszönjük, hogy részt vettek a közön. Mi köszönjük, hogy ezt a dokumentumot ki tudtuk állítani. Viszont látj, tojás! Kellemes tapot önöknek, viszlát! Fú, de durván kiégtem ezen. Srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Csá mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm, ha tetszett, jövetek egy lájkot, kösz szépen a donációt, a szubot, azt, hogy lájkoltatok. Szevasztok, hello, és csá! Figyelj!